Sok helyzetet dolgozott ki a videóton szombaton a Kaposvár ellen a Liga kupában, ahol ezúttal gyakorlatilag az első csapat játékosai léptek pályára, szemben az Ete elleni szerdai találkozóval, amikor is az MB3-as együttes szerepelt. A Vidia Kaposvár ellen Nikolic Nemanja 75. percben szerzett góljával 1-0-ra győzött. A fehérváriak ezúttal egy szervezetten jól védekező együttes ellen alakítottak ki sok helyzetet, ami biztató a jövőre nézve is. Egész meccsen nagyon jól játszottunk, sok helyzetünk is volt a meccsen, és egyedibe is rúgtunk, és úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Az első percben irányítottuk a játékot, kontrolláltunk végig. Úgy gondolom, amit gyakoroltunk ezen a héten, és végre volt egy hetünk, hogy gyakoroljunk picit, az meg is csináltunk, és még egyszer mondom, úgy gondolom, megérdemelten nyertünk. Az elmúlt héten többször is beszédtémát szolgáltatott, hogy a videóton az Európa Ligában sikeres, itthon az NB1-ben kevésbé az, de sokat beszéltek a hazai médiában Paulo Souza rotációs módszeréről is. Nikolic Nemanjának mindkét témáról határozott véleménye van. Nagyon sűrűn vannak a meccsek, és Európa Ligára totál más taktikát kell játszani, mint itthon NB1-be. Úgy gondolom, hogy Európában nagyon jól működik ez a dolog, és NB1-ben is jól fog működni. Úgy gondolom, hogy több meccsen jobb csapat voltunk a pályán. Sajnos nem jöttek az eredmények, de nagyon hosszú még ez a szezon. 20 meccs van még hátra, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy be fogunk indulni NB1-be is. Minden játékos, aki kifut a pályára, és az a legjobb 11 játékos, aki jelenleg Videótonban van, mester bízik mindenkibe, ez mindig el is mondta, és meg is mutatta. Úgyhogy nincs semmi furcsa, mert mondtam, hogy nagyon sűrűn jönnek a meccsek, és mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, és biztos vagyok abban, hogy mindenki élni is fog vele. Nincs úgy gondolom itt két csapatról szó, úgyhogy itt csak egy Videóton van. A Videóton FC a héten két alkalommal is bizonyíthat szurkolóinak, bár élünk a gyanúperrel kedden felcsúton a ZT elleni ligakupa meccsen, ismét a fiataloké lehet a főszerep. Míg pénteken az MTK ellen azonban már valószínűsíthetően a legerősebb kezdő 11 fut majd ki a gyepre a fővárosban.